főiskolás korom óta igazán a lehetetlen érdekel. Tehát a betonhímzést is azzal kezdtem, nem azért, mert én meg akartam varni a betont minden áron, hanem a lehetetlen érdekelt. És a hímzést pedig, mint meditatív női munka nagyon, nagyon kedveltem, és akkor igazán így hoztam össze a betonnal. Marian, ezzel a fogalommal, ezzel a fogalomkörrel, mint mulandóság rögzítése már 8. éve foglalkozik, és egyre kifinomultabb területekre téved. Itt például egészen már a lehelet finomságig leegyszerűsödtek az effektek. Nem lakik Szentendrén, viszont a Vajda Lajos Stúdiónak a tagja, és egy nagyon aktív tagja, folyton megújul a művészete, és azt kell mondani, hogy talán a legaktuálisabb trendekben mindig beleilleszthető a Marian. Ő már a Velencei Biennálén is képviselte az országot egy csoportos kiállításban, úgyhogy egy olyan művészről van szó, aki természetesen kozmopolita, de a szentendrei lét az mindig a Vajda Lajos Stúdióhoz kötődött nála. Az egész kiállításomnak a címe a mulandóság rögzítése, és a fenyőfocsonkok is ennek egy része, meg a tűlevelek is. Tehát egyrészt, hogy térbe és időbe is rögzítsem a mulandóságot, és itt ezen a kiállításon belül pedig a rendezést is úgy próbáltam, hogy a földi és az égi szférákat megmutassam. Például szinte szobrászati munka, fenyőcsonkok alumíniumból vannak kiöntve, tehát ezek öntvények, ne tévesszen meg senkit, nem lefújt fenyőcsonkok, és ezek gyakorlatilag szobrok. A kövek sem talált objektek, hanem beton, hát ezek is öntvények tulajdonképpen, betonból készülnek, és egy úgynevezett betonvarrással, vagyis a víznek a nyoma egy ilyen nagyon szép hímző fonallal kerül bele egy titokzatos módszerrel ezekbe a nagy beton darabokba. Az elmúlt időszakban ez nagyon érdekel, a önmagamba való lecsupaszítás, hogy a minimál felé haladni, de jó sok munkával. Tehát, hogy alig látható legyen ez a dolog. És nagyon konkrét is, és nagyon, nagyon szférikus is. Azt a dolgot szeretném igazán megfogni mostanában a mulandóság rögzítésével, amit tulajdonképpen így eltüntetünk, vagy jelentéktelen is sokszor számunkra, vagy szemétnek gondoljuk. Nőiesség jut róla eszemben, hogy ő egy női művész, bár ő ezt a kifejezést nem szereti, de én úgy gondolom, hogy jó értelembe vett női művész, nem a feminista típusú, hanem az, aki az élet apró dolgaiban meglátja a finomságokat, meglátja az értéket, miközben a férfiak mindig a világ megváltásra törekszenek. Ő képes arra, hogy egy kenyérmorzsával összeszóródott asztalfelületet megörökítsen.